Orgonista kántor és karvezető. Nagyváradon születtem Párciumban, és Budapesten nevelkedtem fel. Ott is végeztem a tanulmányaimat. Zenei pályafutásomat 1986-ban kezdtem, klasszikus gitáron, néhai Avram Joldes karmester tanítványaként. Zenei tehetségemet látva, tanárom javaslatára zongorára tértem át, azt tanultam 89-ig. Következő évtől már Klári néninél, azaz dr. Hűs Gézánénál, neve a budapesti reformátusoknak sokat mond, ő nála tanultam harmóniumon, a Budapest Fasori Református templomban. 1992-től a hangszerek királynőjén tanultam már, orgonán, Máté János tanáromtól, professzoromtól, akinek a pedagógiája, élő hite és tanítása mai napig elkísér. 1998-ban végeztem orgonista kántor és karvezetőként Budapesten. Kántor vagyok. A szó klasszikus értelmében. Mit is jelent ez? Nem pusztán orgonával a kezemben vezetem a gyülekezeti énekeket az alkalmakon, hanem énekléssel is egyben vezetem az éneklést. Isten országát építeni már itt, ezen a földön, kántorként, orgonával és énekkel a legszebb és egyik legszentebb küldetés a világon. Kántorként 1990 óta szolgálok folyamatosan, és azokban a gyülekezetekben, ahol volt működő énekkar, nagy lelkesedéssel vezettem és szerveztem. Elképesztően szeretek szervezni. Több helyütt szerveztem énekkart, egészen a művek kiválasztásától a szólamok precíz megtanításán keresztül, sok énekkari próbákon át, elegészen az énekkari szolgálatok karvezetéséig. Jelenleg ápolóként dolgozom, diakóniai lelkülettel, elhivatottsággal, küldetéstudattal. Mégis a gyülekezeti éneklés, a szakrális és klasszikus zene fontosabb számomra, a talentumom kamatoztatása, azaz Krisztus odavitele a zenén, énekeken keresztül az emberekhez. Jézus mondja, mert elközelített az Isten országa, hogy a Máté evangéliumában fogalmazzuk. Talán így jobb, a legjobb megfogalmaznom, a kántorság mellett ápoló vagyok. És ebben benne van a fontossági sorrend, és ez a két dolog az életemben igazán az, ami boldoggá tesz. Hiszen azt csinálhatom, ami a hivatásom, ami a küldetésem. Keményen dolgozok azért, és imádságaimban hordom, hogy mihamarabb megadja az Úr, hogy csak a zenéből tudjak főállásként megélni, természetesen akkor sem tudnám a diakóniai jellegű ápolói szolgálatomat feladni, csak az arány lenne más. Ápolóként általában éjjeli műszakokat vállalok, és reggel, amikor hazaérek, egy frissítő zuhany és reggelit követően az otthoni orgonámon gyakorlok és készítek felvételeket. Aztán a fáradtságos munka gyümölcseként az alvás következik, majd kora este a felvételek feldolgozása, megszerkesztése. Ez az, ami laikusnak ismeretlen, sok-sok órás szerkesztés, nagyon aprólékos munka. Szabad napokon persze ez könnyebb, hiszen a reggeli csendességet követően szabadon orgonázhatok, amennyit csak akarok. Ezt pedig szeretem, és előszeretettel bele is feledkezek. Történt a régmúltban, amikor áldott emlékezetű barátomhoz, Molnár Zsigmond lelkész testvéremhez mentem, és a templomi orgonán kezdtem gyakorolni délelőtt 11 óra magasságában, akkor egyszer feljött a karzatra szólni, talán olyan 3 óra lehetett délután, hogy kész az ebéd, majd menjek, jó, rendben, majd megyek. Választ követően legközelebb akkor jött fel, amikor ezt mondta: Csaba, lassan éjfél van, egész nap semmit nem ettél, csak orgonáztál, gyere most már, holnap majd folytatod. Elkötelezett vagyok, hogy Krisztust vigyem az emberekhez. Az embereknek nem külsőségekre van szükségük, nem intézményre, nem dogmákra. Kérdéseik vannak, érzéseik vannak, fájdalmaik vagy örömeik vannak. Választ, útmutatást és megoldást keresnek, vigasztalást, felrázást. Megtérésre és lelki ébredésre van szükségünk, tudniillik. A Krisztustól kölcsön kapott talentummal, az orgonán keresztül, az éneken keresztül, a szakrális zenén keresztül, hiszem, hogy nem csak zenei élményt adva, hanem mindazon lelki énekek
mély mondani valójával, amit a szerzők élete, élő hite ihletett, egy magasabb dimenzióba emelve a hallgatókat és éneklőket, Isten jelenlétét megtapasztalva közelebb és egyre közelebb tudunk kerülni Krisztushoz.